A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az emtv.hu bemutatja. Impulzus Podcast. A fedélzeten Csaba, Attila és Dév. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, egy felejthetetlen hétvégén vagyunk túl, méltó módon ünnepeltük meg a kapcsolatfelvétel napját, és ennek a rendezvény sorozatnak a főszervezője Ádám, aki elég sokat fáradozott azon, hogy ez a rendezvény olyan szuperül sikerüljön, ahogyan, és a szokásos kérdések azok úgy szoktak hangozni, hogy mik voltak a fénypontjai ennek az eseménynek, de mivel itt vagy Ádám, tőled inkább azt kérdezem, hogy mik voltak a leghúzósabb részek a szervezésben. Mindig nehéz egy ilyet összehozni. Nem nagyon tudok konkrétumokat kiemelni, mert sok minden van ilyenkor, ami összejön, sok olyan kis apróság, amik egyébként külön-külön nem okoznának problémát. A mozibulin volt egy kis kommunikációs zavar, azt így ki tudnám emelni, de egyébként azt is nagyon szuperül sikerült áthidalnunk. Te nézted egyébként a filmet, amikor a vetítés volt, mert nem láttalak. Nem voltam, mert én abban a pillanatban értem be a filmre, amikor Data és Picard kapitány elindul kifelé a gépházból, majd egy vágás és leszáll a vulkáni űrhajó a hegyek közé Montanába, és aztán ugye ezzel Frank O'Kern üdvözli a vulkániakat, illetve hát ugye pont fordítva történik időben, szóval én akkor értem be a moziteremben, én ennyit láttam. De azt láttam, hogy nagyon-nagyon szuper tűéles kép. Igen, nagyon jó volt ezt nagy vásznon átélni, és sok olyan kis apró részlet előjött, amit most fedeztem föl először. Például nagyot nevettem, amikor láttam egy biciklis kaszkadőrt elesni, amikor a Borg gömb bombázza éppen a földet. Dave mellettem biztos csodálkozott a moziszékben, amikor ez megtörtént. Dave, én meg azt láttam, hogy te azon nevetsz, amikor a Borg megszólalt egy szokatlan hangon. Az a szinkron az nem volt túl odaillő. Igen, és pont itt gondolkoztam, hogy én bejutam volna akár egy eredeti nyelvű vetítésre is felirattal, bár most így tehát a szinkront szeretem, a hangok jól átjönnek. Előző nap volt ott személyesen Horányi László, itt pedig már ugye a filmben Picard kapitány hangját adta, ugye 20 éves felvételen, 21 évvel ezelőtt mutatták be, 21 egész évvel és néhány hónappal ezelőtt ezt a mozifilmet a magyar mozikban, én akkor nem láttam, de most minden élményt megadott és bepótolt, mert nekem is a képminőség nagyon-nagyon szép volt. Nagyon közelültem, de semmilyen kifogásom nincsen. Az űrhajó gyönyörű volt, hát azokat eleve vártam, azokat a jeleneteket, amikor ugye a külső burkolaton sétálunk ugye Worf Picarddal, ez teljesen meggyőzött. A díszletek részletessége nagyon jól jártott. Még több részletet figyeltem meg én is. Az atmoszférában nagyon jól vele tudtunk merülni. Annyira jó ezt mindezt hallani, tényleg. Azok a részletek. Hát én egyszerűen nem tudom megköszönni, és ez most nem a reklám helye. Nem tudom megköszönni, hogy ezt moziban látni, tehát ezt látni kellett, és látni kell. Tehát nem tudok mit mondani, le voltam nyűgözve. És hát említsük meg a közösség találkozót is. Ez a média... Cosplay verseny. Így van, remek cosplay versenyzők jöttek, egyébként tényleg meg is kapták a méltó díjazásukat. Nekem a média zabálók kerekasztal volt a legnagyobb élmény, mert most mintha ez lett volna a legfelszabadultabb és leglazább az eddigi kerekasztalok között, és itt volt jelen szerintem a legtöbb színművész is, jól mondom, ezt Ádám, ennyien még sosem voltak egyszerre, egy csomó vulkáni volt ott. Igen, gyakorlatilag sikerült megnyernünk az összes vulkáni főszereplőt a sorozatokból, de valóban eddig nem voltak még ennyien, nem jöttek el. Ez volt az első alkalom, amikor egyébként mindenki el tudott jönni, akivel leegyeztettük előre, mert ugye előfordul, hogy azért színművészek közben jön valami, le kell mondaniuk. De hát azért ez nem titkolt szándék,
szándékom volt, vagy szándékunk volt Szórádi Erika és Holnándor bevonása magába a rendezvénybe, és hát a beszélgetésbe is, mivel azért teljesen más, hogy beszélgetnek egymás között a kollégák, akik sok-sok éve ismerik egymást, mint ahogy mondjuk beszélgetnek velem, többekkel először találkozom ilyen közösség találkozókon. Tehát, hogy azért ez egy nem titkolt szándékunk volt, és szerintem is egy ilyen teljesen bensőséges, tök jó kis beszélgetés lett az egészből, tök családias volt, és nekem külön tetszett, az elején volt egy ilyen bemutatás, ugye aki ott volt, tudja, aki meg nem, az bánhatja, és ugye, amit ugye Erika és Nándi csinált, és hát Erkárpáti Péter is a Spock parfüm esete, ez egy ilyen örök emlék marad. És hát ugye közben megérkeztek a cosplayes lányok, nekem is el kell mondanom, hogy egyrészt nagy öröm volt számomra, hogy egyáltalán jött valaki cosplayben, bár azt azért hozzá kell tennem, hogy többen hoztak fegyver replikákat, meg különböző ilyen dolgokat, tehát azért lehetett nézegetni ilyen Star Trek-es kütyüket, de hogy egyébként mi szerettük volna, ha azért ugye a cosplay is helyet kap, megmondom őszintén, ilyen túl nagy energiát ebben nem fektettünk, pontosan azért, mert sajnos ez eddig nem volt jellemző, hogy cosplaybe érkezzenek a kedves látogatók, de remélem, hogy ezután ez elkezdődik, és megéri hozzánk cosplaybe ellátogatni, hát gyakorlatilag ilyen kis mini sztárok lettek ott a lányok. Azonnal rengeteg közös fotó készült vele, egy kicsit irigyellek is, Csaba, mert neked is van velük közös fotód, nekem sajnos nincsen, mert hát megmondom őszintén, hogy ott a nagy szervezésben én ezt egy elfelejtettem, de hát szóval óriási volt, és hát ugye nyilvánvalóan nem csak az, hogy ők gyűjtötték a legtöbb cosplay szavazólapot, de egyértelmű volt, hogy ők így megnyerték ezt a cosplay versenyt, és ami még egyébként tök kis nüansznyi ötletnek tűnt először, de aztán nagyon-nagyon bejött, az, hogy volt egy DVD nyeremény is mind pénteken, mind szombaton, Star Trek Beyondot lehetett megnyerni DVD-n, és ennek a borítóját aláírták. A közösség találkozón megjelent színművészek, és ez például szerintem egy ilyen tökre ilyen exkluzív, egyedülálló DVD lett ezek után. Na, meg vagyok én is elégedve, azt kell, hogy mondjam, bocsánat, hogy szabad ilyet mondanom, de nagyon nagy hála a csapatnak, a szervezőknek, akik még szerveztétek és közreműködtek, a vendégeknek, a meghívott vendégeknek, a látogatóknak, akik eljöttek, az összes partnerünknek, hogy mögénk álltak, hogy a Paramount Channel egész nap Star Trek maraton tartott, az RTL Spike is ünnepelt, és még a Film Plus is. Óriási élmény volt a születésnapom reggelén Holnándival az RTL reggelibe beszélgetni erről, a Star Trekről, meg erről az egész eseményről. Úgyhogy így a személyes véleményem is az, hogy mindig én egy elég maximalista csávó vagyok, azért nyilvánvalóan, hogy a rendezvény a két program kiértékelésekor azért nyilván tudom azt, hogy miben kell majd fejlődni, meg miben kell változtatni, meg folyamatosan várjuk is a látogatók feedbackjeit, de hogy most azért én is úgy érzem, hogy ez így a saját elvárásaimhoz képest is, mert hogy egyben pessimista is vagyok, nagyon-nagyon jól sikerült, és azt gondolom, hogy ez azért is nagyon fontos, mert itt az idő, hogy ahogy te fogalmaztál, Csabi, korábban a Star Trek fölkerüljön a térképre itt Magyarországon is, és igen, ünnepeljük meg a kapcsolatfelvétel napját, mert megszületik a Star Trek a Star Trekben, és ez szerintem az egyik legfontosabb ünnep a Star Trek világában, vagy a legfontosabb ünnepnek kéne lennie az én véleményem szerint a rajongók számára, a Star Trek rajongók számára. Ezen jó úton haladunk, mert ugye, ahogy mondtad, a tévék is csatlakoztak a kezdeményezéshez, és bizony itt a csoportokban is Attila besegített ennek a napnak a megünneplésében. Tehát ti, mint rajongók, hogyha nem is tudtok eljönni egy ilyen rendezvényre, akkor is tudjátok hangsúlyozni ennek a napnak a jelentőségét saját készítésű képekkel, kontentekkel, cosplayekkel, bármivel. Először is azért gratulálni szeretnék, hogy tényleg sikerült ezt összehozni. És mi lesz a következő lépés? Határa csillagoség, mert remélem azért ennek lesz folytatása is, azért lesz, ahogy ti is mondtátok, hogy tényleg ideje annak, hogy a felkerüljön a Star Trek a térképre, és szinte nálunk végre újjászülessen a Star Trek iránti rajongás. Mi a távlati terv? Haladni ezen az úton természetesen, lesznek a jövőben is rendezvények, mind különálló, mind beszállunk máshova, például a Day of Stars nevű rendezvényben, ami ugye idén szeptember 14-én lesz a Stargate Command Hungarian Site
hetedik születésnap, ugye a hatodik születésnapon is ott voltunk, tavaly is, idén is ünneplünk, de idén Zoliék egy kicsit kimaxolják ezt a bulit, és nem csak a Stargate-et és őket ünnepeljük meg, hanem megünnepeljük egyébként még a Star Wars-t és a Star Trek-et is, amit részben mi is képviselünk majd ott, úgyhogy a legközelebbi közösség találkozó az gyakorlatilag ezen a rendezvényen lesz, és hát jövőre biztosan találkozunk megint a kapcsolatfelvétel napján, hogy milyen módon és hogy addig még hány szor és hogyan, hát arról majd a későbbiekben születik döntés, és a későbbiekben adunk nyilván tájékoztatást róla. Vannak terveink, de hát nyilvánvaló, hogy azért egy ilyen rendezvény, ahogy Csabi is mondta, tényleg egy ilyen rendezvényt őrület megrendezni, és hát ezt egy kicsit ki kell pihenni nekem is, meg szerintem mindenkinek, de én nagyon-nagyon örülök, hogy ennyien eljöttek, és azért említsük meg például Szélesi Sándort is, aki eljött, és fantasztikus beszélgetés volt az Impulzus kerekasztal körül, és hát ugye Vince Miklóssal közösen, illetve hát Holnándival és Szórádi Erikával Csabiti tudományosat és fantasztikusat beszélgettetek ugyancsak ezen az estén, úgyhogy nagyon-nagyon jó volt, tényleg nagyon élveztem. Tudományos, fantasztikus, szórakoztató volt ez a két nap. Én már itt én azt mondom, sztár vendégek, akik jöttek, és visszatérő vendégek, vagy új vendégek is. Például én nagyon örültem, hogy most először élőben láthattam Pálfaj Pétert, Orosz Annát, nagyon jó volt, kellemes hallgatni őket. És a film előtti beszélgetés, ami sok ágból spontán alakult ki, az is, de hát mi van, ha Star Trek rajongók leülnek egy film elé, egy nagy Star Trek film elé, akkor bármiről tudnak beszélni a filmről, és bármi, ami összefügg, és azt hiszem, hogy a kapcsolatfelvétel napja, az túl is nyúlik azon majd, hogy mondjuk csak a First Contact, mint mozifilm, hanem rengeteg oldalról lehet körüljárni, pont ahogy ott az élő podcastokban is akár pessimista vagy optimista módon körbejártuk azt a témát, és ezt egyszerűen folytatni kell, és remélem, hogy aki ott volt, és jövőre meg majd Attila együtt velünk mindenképpen, az tehát visszatér, és más rendezvényeken is, akár ezeken a közös rendezvényeken is ott lesz, ez engem nagyon érdekel majd a Day of Stars is, amikor ugye három nagy csillag sorozat együtt lesz, és annak nagyon örülök. Tényleg köszönjük annak a sok rajongónak, aki eljött, lelkes volt, cosplay-jel, fegyverreplikával, kellékreplikákkal, vagy akár csak a jelenlétével és a lelkesedésével készült, és neked is köszönjük, Ádám, egyrészt, hogy az Impulzusba ellátogattál és elmondtad az élményeidet, másrészt, hogy összehoztad ezt a rendezvénysorozatot, reméljük, hogy folytatjuk. Én is köszönöm, és határa csillagos ég, indulás előre, menjünk, csapjunk oda, ahogy Pály kapitány mondja, és akkor köszönöm szépen, hogy itt lehettem, meg hogy eljöttetek, meg minden, meg a partnereknek, ahogy ezt már így korábban is elmondtam, nem győzöm hangsúlyozni, sőt, még egyébként fontos megemlíteni, szerintem a helyszíneket is azért még így az utolsó szó jogán, mert ők is nagyon sokat segítettek, az ő csapataik is nagyon sokat segítettek. Ez azért egy ilyen nagyon közös munka volt, hál' Istennek, egy nagy közös ünnepléssel. Úgyhogy remélem mindenki jól érezte magát, és nektek pedig jó kibeszélést kívánok. Sziasztok! Köszönjük szépen! A spot után Impulzus meghajtással közeledik Dév és Attila, és rámegyünk az aktuális Discovery epizódra. Jelenlegi működésünk fenntartásához és a fejlődéshez most a te segítségedre is szükségünk van. Ha szívesen olvasol, hallgatsz és nézel minket, valamint veszel részt az ingyenes rendezvényeinken, arra kérünk, támogasd az ország legnagyobb Star Trek tematikus sci-fi portfólióját. Támogasd az űrszekerek csapatát, csatlakozz az űrszekerek közösségi flottához, keresd a PayPal adománypontokat az űrszekerek.blog.hu-n, vagy kattints a Donate menüpontra, és támogasd szerkesztőinket, hogy a hazai trekker közösség eljusson oda, ahová rajongó még nem merészkedett. Köszönjük! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. Through the Valley of Shadows az aktuális részünk. Középpontba kerül a Boret nevű planéta,
ami Klingon fennhatóság alatt van, és ráadásul ott van Vok, illetve hát Tyler és Lirel gyermeke. Tudtuk, hogy ez ebből a gyerekből még baj lesz, Dave, ezt ma te mondtad nekem, amikor mentünk hazafelé, és valóban azt látjuk, hogy ezt a történetszálat nem lehetett annyiban hagyni, nyilván nem véletlenül tették le oda szerencsétlen csecsemőt abba a kolostorba. Egész jót hoztak ki belőle egyébként, nekem így tetszett a végére, főleg így, hogy össze sikerült kötni a Pike-nak a ilyen eredet, meg utó sztoriával, ugye ez a beékelődött sztori, ami az eredeti sorozat, meg a Discovery között van, ez folyamatosan a Pike-nak az el nem mesélt történeteit mutatja be vizuálisan is, és hát szerencsétlen kapitány az most látja az ő nyomorult jövőjét, és elég csúnyán ábrázolták itt nekünk, tehát megmutatják, hogy mennyire égett az arca, de ilyen horrorisztikus módon, tehát ő ilyen rémálomként éli meg ezt az egészet, és még az az égett arca is teljesen elmorfolódik, és ijesztgetik a nézőt ilyen szörnyűséges víziókkal. Hát igen, itt sokszor szoktátok mondani, hogy a Pike az a Picardnak és a Kirknek egyfajta ilyen sajátos keveréke. Itt ebben az epizódban engem inkább az Archerre emlékeztetett, hiszen az Archer szokott mindig ilyen hatalmas nagy áldozatokat vállalni a jövő érdekében. Annyit helyesbítenék, hogy általában Archert nem érdekli a jövő. Nagyon sokszor megmondta Danielsnek is, hogy őt nem érdekli a jövő, ő neki a legénységének, a életének a biztosítása érdekli, úgyhogy itt Pike itt tényleg ezek, hogy miközben itt ezeket az időkristályokat itt próbálgatja, tényleg itt a saját jövőjét látja meg, ahogy tudjuk arról, hogy egy hajónyi kadétot fog tulajdonképpen megmenteni itt egy gépház baleset során, saját életének úgymond a feláldozásával, hiszen gyakorlatilag egy ilyen elektromos tolószékbe fog vegetálni egy bizonyos ideig, de mégis ellenére, hogy látja a jövőt, mégis képes és tud is tovább harcolni, és mondjuk a jelenet alapján itt elgondolkoztam rajta, hogy lehet, hogy itt van az a pont, ami után esetleg a közeljövőben megkéri Spockot, hogyha bármi történne vele, hogy gyakorlatilag a teste tulajdonképpen cserben hagyja, akkor vigye előtt a Taloszra. Tehát ebbe a részbe most ismét kicsit közelebb kerültünk megint a Kánonhoz. Meg lenne elvileg a magyarázat arra, hogy Spock miért renitenskedik a majd egy későbbi epizódban a Toszban, hogy miért akarja Pike kapitányt elrabolni és elvinni a Talosz 4-re. És itt van a megoldás tulajdonképpen, hogy ezt a fajta testetlen életet, hogy egy béna testbe van bezárva, valamilyen módon megpróbálná valahogy jobbá tenni, és valószínűleg Pike ezt a fajta megoldást preferálná. Szokásos laikus kérdést fölteszem, amit ilyenkor az elkerülhetetlen sors kapcsán újra és újra fölhozunk, hogy Pike látja, hogy kadétok között van, és milyen szituációban történik meg vele a baleset. Mi van, hogyha ezentúl messzire elkerüli a kadétokat és az ilyen szimulációkat? Nyilván erre azt mondaná a sorozat, hogy az időt nem lehet kicselezni, a sorssal nem lehet játszadozni, de úgy mégis. Szerintetek, hogyha így explicit látja, hogy mi történik vele, akkor én azt gondolnám, hogy azért csak el tud kanyarodni egy másfajta irányba. Erre egy másik szót mondanék el, egyébként nem a sors vagy idő, hanem amit többször is mondtak akár Toszba, akár a Nemezise tudnék hivatkozni. Kötelesség tudat. Egy kapitány akkor is, ha a, úgymond a végzete felé megy, akkor is kötelességgel a képességei maximumát nyújtani. Hát emlékezzünk a Kobayashi Maru Maruvel is tulajdonképpen arról szól, hogy hogyan viselkedünk krízis helyzetben. Nem önmagunkra gondolunk, hanem igyekszünk a legrosszabb következményeket elkerülni. És itt ez is egyfajta Kobayashi Maru helyzet, mely tulajdonképpen saját magát feláldozva megmenti tulajdonképpen több ember, több kadétnak az életét. Tehát vagy egy George Kirkhez is. Ez is egyfajta válasz. Hasonlíthatnánk. Ahhoz is, mert itt tulajdonképpen itt egy ember, ismét a klasszikus vulkáni mondás, egy többség igénye a egyetlen emberhez képest előrébb való. Több oldalról is meg lehet ezt így közelíteni. De szerintem itt Pike hiába tudja egy a jövőjét, végig fog menni az úton, nem egy meghátráló típus. Ezt láthattuk akár az eredeti sorozatban, vagy akár itt Anson Mount által megformázott karakter esetén is, hogy nem hátrál meg bármi történik.
történik? Beteljesíti. Ugye itt a Tanavik azt mondja neki, hogy amikor már tehát megfogja a kristályt, akkor az már nem csak egy lehetőség, hanem gyakorlatilag megpecsételi ugye azt a jövőt, és Pike ezt vállalja. Tehát már előre vállalja, mint hogy abban a pillanatban is vállalná, ha nem tudná előre. Tehát így vállalja a jövőt, annak a következményeit, ami most már úgymond megvan írva, és ugye itt ez egy nagyon mitikus, misztikus hely. Egyáltalán nem is tudunk mit kezdeni azzal, hogy a klingonok őrzik pont ezeket az időkristályokat, bár ott ugye szóba kerül, hogy majd Worf is itt lesz, meg Kálesznek is ugye a Kálesz tiszteletét is gyakorolják itt a szerzetesek, később továbbfejlődik ez a hely. És itt ugye igazából Pike nem mint... Tehát itt ő az egész jövőt hordozza magával. Tehát persze, hogy ő ezt beteljesíti, hogy Piros Spock feláldozta magát a másik részben. Ez gyönyörűen kifejeződik, és abszolút illik az ő személyiséghez, és így már sokkal több értelme van annak, ami majd történik vele, mert sokkal többeket ment meg, hiszen tudjuk, hogy itt sokkal többről van szó, amit itt el tud érni, hogy megszerzi ezt a kristályt. És ugye Tanavik, ugye, ha nem elsőre, de másodjára az IMDb-t megnézve fölismerettük, hogy Kenneth Mitchell tért vissza, aki már volt, ugye, Kol, az Ultimate Kolsa. Klingon ez az ember. Minden Klingont el tud játszani. És most hát nem csak a saját apját játssz el, hanem gyakorlatilag úgymond, hát egy végül is egy belső ellenség volt, vagy hát ők, tehát ugye Kol nem ismerte el, ugye, a Vokkot, tehát száműzte, és így nagyon érdekes, hát itt a színész előtt is megint letehetjük, mert amúgy én nem ismertem föl, tényleg leteszünk. Twitterre egyébként kitette magát Kenneth Mitchell, csak hozzáteszem. Jó, hogy akkor szerencsére ezt elkerültem. Egyébként az IMDb-n úgy van, hogy keeper, tehát mint ugye őrző, vagy tehát, ugye mint őr, aki egyébként mennyi mindent föláldoz ki, hiszen ő is gyakorlatilag ilyen időn kívüli létbe kerül, tehát itt ugye az ő, ugye a múlt jelen és a jövőben egyszerre létezik, ez megint egy nagyon érdekes gondolat, ami már nem először van itt, ugye Burnham anyja is így utazgat, és úgymond ilyen időkívüliségben van, és nem tud hatékonyan beavatkozni mégsem, ugyanúgy ezek az őrök is gyakorlatilag ezt vállalják, mint egy életfeladatként, és túl sokat nem tudnak tenni. Hát most Pike ebbe a nagykörbe így hát bekapcsolódott. Ez egy jó fajta karaktertípus, aki így figyelmezteti a hőst, hogy itt végtelen szenvedés fog rá várni, aki belép, az gondolja meg kétszer, még az utolsó pillanatban is szól, hogy most még meg lehet hátrálni, és akkor ki lehet kanyarodni ebből a jövőből, tehát tényleg egy ilyen keeper szerepbe került ez a drága gyermek. Ezt azért én azt gondoltam, hogy lesz ennek valamilyen folytatása, de azért csecsemő fog maradni. Sokan az időkristályok panaszkodnak a rajongók közül, hogy ilyen csettintésszerű megoldása a Discovery-ben, hogy minden, ami az időutazásnak az erőforrása, és most nem a teljes energetikai kiszolgálásra gondolok, mert ahhoz most is említették, hogy szupernova kell, de úgy mégiscsak, ami meghajtja az időutazásnak a motorját, az egy ilyen időkristály, egy ilyen kalapból előhúzott valami, aminek még ki se találtak mondjuk egy valami olyat, mint a dilitium, hanem időkristály. Ezt az Attila már mondta, hogy teljesen logikus, hogy ilyen erőforrások létezhetnek, csak kicsit hirtelen jött a dolog, és úgy érzem, hogy ennek a Tanaviknak a felnövése is egy ilyen időkristállyal kezelt forgatókönyvnek az eredménye lett. Ettől függetlenül szerintem jól sült el ez az egész. És ahogy mondta Dave, a megtestesítése ennek a Klingon csávónak első osztályú. Én már csak azt nem tudom, hogy ez a kis fém keret a fején. Ez vajon micsoda? Lehet, hogy ez egyfajta stabilizáló is lehet. Tehát lehet ez akár úgymond spirituális fejdísz, vagy lehet akár technológiai eszköz is egyébként. Sokan egyébként kicsit hasonlítják a szonáhajókhoz azt a dizájnt vélik felfedezni. Hát én először hirtelen egyébként egy másik film sorozatból itt ilyen hirtelen Minbarinak néztem volna. Nekem is pont ez jutott eszembe. Ezzel a fehér bőrrel, meg minden. Igen. Teljesen olyan. Igen, egyébként itt az időkristályokról még egy apróság, egyébként igen, múlt kibeszélőben már beszéltem erről mondjuk. Konkrétan nem is mondják meg, hogy tulajdonképpen ez most természetes kristályok, vagy esetleg valami más. Mert akár én el tudnám képzelni, hogy esetleg ezt a kristályokat valami ősi fajnak a hagyatéka, hogy ennyi maradt belőlük. Ez is
elképzelhető lenne, és ezek után, mivel úgy tűnik, hogy itt tényleg itt a Boreten, amiről egyébként tudjuk, hogy a TNG szerint ez egy vallási központ. Tulajdonképpen nem világi kormányzat van, akár még a Klingon birodalmon belül is, hanem tényleg ez vallási, nem tartozik egyik házhoz sem. Hogy itt ide bárki bejöhet, aki Klingonnak vallja magát. Tudjuk, hogy azért Kales kultusz, tehát itt azért többféle kultusz is megfér egymás, mert akár így az időkristályoknak ez az őrzője Tenavik, vagy akár azok, akik mondjuk későbbiekben majd Kaleszt várják vissza. Tehát nem tudjuk tulajdonképpen ezeket a kristályokat most hova tenni, hogy honnan kerülnek elő, mesterséges vagy természetes. Tehát egyelőre még tényleg, ahogy te is mondtad, hogy tényleg nagy a homály körülötte, és hirtelen olyan hajánál fogva erő rángatott ötletnek tűnik, de meg lehet magyarázni elvileg. De az, hogy ilyen misztikus helyen van, egy szentélyben és ilyen titokzatos, az sokkal, tehát szerintem sokkal jobban körülveszi, jobban megmagyarázza, mintha azt mondták volna, hogy ez két tudós kifejlesztette az időkristályt. Na nem már. Így viszont tehát az eredete misztikus, nem tudjuk, és ennyi titok veszi körül, itt sokkal jobban hangzik, ráadásul ez azt hiszem egy feldolgozatlan kristály, amivel majd ugye Stamets és a visszatért Jet Reno fog majd dolgozni, nyilván meg még az energia is kell hozzá, tehát itt igazán ez is csak egy kiinduló pont, de ez olyan, mint egy misszió, hogy Pike következő feladat, szerez egy időkristályt, aztán majd azt dolgozt fel, és így tovább, és akkor jutunk előre a küldetésben, tehát jól épül ez az egész. Mondjuk most már nagyon a vége felé közeledik, hiszen két rész van hátra, és nagyon látjuk, hogy itt ami ugye a végén már egy ultimatív megoldás maradt csak, hiszen nagyon koncentrálódik arra, hogy itt a Discovery hordoz mindent, ami csak ezt a helyzetet egyrészt okozza, másrészt meg is oldhatja. Még itt a vizuális megvalósítás, hát a Discovery-nek megint a legszebb jelenetét láthatjuk a múltkor is, amikor ezen a bolygón jártunk, illetve a Klingon anyabolygón is, hát gyönyörűek voltak a hátterek régen, ugye ezeket ezzel a matte painting-gel valósították volna meg, de itt digitálisan, amit teremtettek, az atmoszféra, az magával ragadó volt. Ott én azt hiszem, hogy ezekért jó, hogy a Discovery-nek nagy a költségvetése, viszont nekem se tetszett, vagy nekem nem tetszett Pike-nak. Tehát ezt csak, ha már ugye ennyire bevisszük, és mondjuk egyébként jó, hogy hozzák áll Pike-nak a jövőjét, és akarom tudni én is, és látni akarom, hogy Spocknak átadja azt a feladatot, vagy jelképesen, de azt én látni akarom még a Discovery-ben, mert akkor hiányérzetem lesz, hogy őt vigyel majd, vagy vigye vissza a Thanosra. Teljesen le tudna zárulni a kör. Viszont Pike, hogy ennyire, tehát pilot az olvadó arc, az már too much. Fölösleges volt. Az, hogy Pike ül a székben, az még igen. Azt is elég lett volna távolról, mert akinek az utalás bejön, annak elég, és onnantól nem kell még jobban elborzasztani. Tehát a Discovery mindig rátesz egy lapáttal, ami nem kellett volna. Ahogy néztem egyébként, itt kiktettek rá egy lapáttal, Bo Yeon Kim, Erika Lipolt és Douglas Arne Okoski, akik voltak éppen pont együtt így hárman feleltek a Sound of Thunder epizódért, ugye az a szarus rész volt, és hát Douglas Arne Okoski meg egyébként már az IMDb szerint is egy még névtelen, 8 részes Star Trek sorozatnak a producerek között van ott, mely 2019-ben kerül bemutatásra, ez pedig ugye a Picard sorozat lesz. Remélem egyébként azt nem fogják megcsinálni, és nem, mert az már megint too much, és elnézést, már megint ez hülyesség, hogy így mondom, de ne tegyenek a Picard sorozatba semmilyen Discovery-s utalást. Tehát a Discovery-t önmagában szeretjük és érdekel minket, de nem kell, hogy a Picard sorozat kánonilag megerősítse és neveket, vagy hajó neveket, hogy hangozzanak el. Fölösleges. Működik mind a kettő magában. Na, van nekünk egy 31-es hajónk is, ahova Burnham elindul egy űrkompal, mégpedig azért egy űrkompal, hogy nehogy a Control a közelébe férkőzhessen a szféra adatnak, amit még mindig nem lehet letörölni. Tehát ott egyszer megnyomták a gombot valamelyik részben, hogy delete, nem sikerült, és akkor elkönyvelték, hogy jó, akkor ez amíg a Discovery létezik, addig nem lehet letörölni. Mondjuk itt jól jött volna pár olyan kis képkocka, hogy mondjuk a Tilly ott a hídon próbál rájönni, hogy mégiscsak hogy lehetne letörölni ezt az egészet az archívumból. Egyébként észrevettétek, hogy a Tilly teljesen eltűnt. Én most, mintha nem láttam volna ebben az epizódban. Egyébként nagyon lefelé ívelt neki a tolerálhatósága az utóbbi részekben, tehát ez a szeleburdiság, ez átcsapott egy ilyen teljesen idegesítő stílusba, és amilyen jól elkezdték az évad elején építeni őt, valahogy elsikkadt a dolog, miután kiszedték belőle a spóra entitást, utána csak a hídon ilyen idegesítő beleszólásai voltak a cselekménybe. Na de, visszakanyarodok a
az eredeti kérdésemhez, hogy itt van ez a 31-es hajó. Azt látjuk, hogy a legénysége ott a világűrben röpköd. Nem tudom, hogy ez hogy történhetett meg, ezen gondolkodtam. Mert ugye itt van nekünk egy ismerős arc az első évadból, akit a Control megszállt, és ő elmeséli, hogy ez hogyan történt, tehát mivel ő egy beépített ember nanoszondákkal, ezért nem biztos, hogy ez teljesen abban a formában valósult meg, ahogy ő elénk tárja, de mégis hogy lehet egy egész legénységet a világűrbe kilökni? Hát ha te vezérelsz minden légzsilipet, transportert, meg egyebet, akkor meg lehet oldani. Mert azért lássuk be, ezek szerint Kontrollt nem sikerült magából a hajóból kitörölni. És hogyha elég, hogyha a transporter vezérlőkhöz hozzá tudsz férni, akkor ez a belső szenzorokhoz. Na erre nem gondoltam. Hát másképpen mégis azért furcsa, hogy azért pont a beépített emberem mondjuk, hogy gyanakodni ki, nem az a baj, nem nagy képernyőn nézem, tehát most, hogy csak rajta volt ez kafander, vagy a többieken is, hogy azért nem-e volt, akkor csak valaki azért elkezdett volna gyanakodni, hogy hoppá, hirtelen miért transportálnak engem, hát azért ilyen transporter blokkolók, vagy valamik, azért a 31-esnek csak kellene alapból rendelkezni, amit, hogy azért, főleg, hogy most már azért gyanakodni kell akár még a saját kollégáinkra is. De ez az, hogy Kontroll ott van mindenütt. Miért kell neki emberi képet ölteni? Ugye bár azt a Leland megszállás akkor mondta, hogy kell a hús és a vér, vagy nem tudom, kell, hogy kulcsfontosságú emberek, vagy pont olyan, nem tudom, ilyen gyarló, vagy morálisan két... Így tudja őket manipulálni. Emberek. Igen. Szerintem vagy, elég gyenge húzás vagy a harmadik variáció, vagy pedig az, hogyha mi van akkor, hogyha ez csak ilyen felvetés a részemről, hogy Kontroll mondjuk rájött, hogy ezeket az időkristályokat ő is tudja manipulálni, de ahhoz kell úgymond biológiai komponens is, hogy ő tudja aktiválni. Mi van, hogyha emiatt készíti ezeket, de mondjuk akkor egyből a Borett felé kellene neki mennie, ahon tudjuk, hogy ilyen nyers kis kristályok vannak. Tehát akár ez is lehetséges, hogy azért az időutazásnak ő a ismert formáihoz azért hozzá kell nyúlni, hogy ezzel egy időhurokkal biztosítsa a saját hatalmát. Hát én szerintem, Dave, egy kicsit veled vitatkoznék abban, hogy én szerintem van egy éles határ a digitális létforma meg az élő létforma között, és ez az entitás, aki a mesterséges intelligencia, ő tényleg nem tud hatékonyan beavatkozni az emberek között, meg manipulálni akkor, hogyha ténylegesen elválasztódik, és nem látjuk őt. Tehát az emberekkel közlékenyek, most az emberek persze idézőjelbe lehetnek akármilyen húsvér élőlények, de ezek a biológiai létformák egymásban sokkal jobban megbíznak, főleg, hogyha egy ismert arccal találkoznak, például a méltán híres első évadban szereplő, hogy hívják a csávót? Gond. Mutatni kellett ugye az arcát, hogy a nézőnek is felidézzék, hogy megint valakit előszedtünk az első évadból, és ahó, itt vagyunk, és visszautaltunk. Amúgy meg ugye hát maga Byrne mondja ki, hogy a Kontroll már nem csak Lilandre korlátozódik, és észrevétlenül tud ugye hajókat megszállni. Valami miatt ez a része viszont neked... tényleg erőltetett ez az első évadból ide cibált csávó amúgy. És Burnhamre van, és megint Burnhamre van szüksége, mert ugye ő az a, hát, variáns, vagy tehát segítsetek, hogy mondja a Spock is. Egyébként a Spocknak, Burnhamnek megint baromi jó párbeszédei vannak, nagyon jól együtt működnek. Ugye én ettől féltem, vagy ettől féltünk végig, hogy mi lesz a Spock és Burnham, és egyáltalán az egész egy nagy kavarás lesz, hogy tudják őket fölépíteni, de nagyon jó. Mert megbékeltek, jó de így cukolják egymást azért még mindig. Teljesen, egyébként teljesen jó. Tehát itt van az, hogy van több közös történetük. Tehát ők gyerekkorban, tehát ez bizonyítja, hogy gyerekkorban utkortól ismerik egymást, mert úgy azért cukolják, mint a testvérek úgy cukolják egymást nyilvánvalóan. Plusz még Spocknak is jó ez a stílusa, úgy jól áll neki, meg azért nincs túlhúzva, de jól ki is mondja azokat az igazságokat. Mert hát meg ugye azért hiába szarul, hogy elengedi ugye erre a szóló misszióra a Burnhamet, azért csak utána lesz küldve Spock. Nem is baj, mert egyébként hülyeség lenne nem utána küldeni, mert eddig is hát tudjuk, hogy minden Burnhamről szól, és ő körülötte mindig történik valami váratlan, és mindig kiderül, hogy valamilyen esemény csak is őre koncentrálódik, ezért jobb, ha utána küldünk valakit, aki logikusan gondolkozik, de ugyanakkor nagyon jól ismeri is, és ez most Spock egyébként pont tökéletes arra, hogy idézőjelbe kontrollálja a Burnhamet, mert nem gyanús meg így nem ráakaszkodva, viszont ez a, hát most nem is tudom már mi, most ezek mint a Cylonok, vagy nem tudom, hogy kéne mondani, mert ugye ez
Spock ezeket a nanobotok, ugye itt igazából ez az entitás, ez hol létezik? Hát ezért mondtad, hogy Csaba, hogy kell test hozzá, mert úgy magában létezve nem tud ő... Mint a Borg királynő, most még hatékonyan. Ez teljesen ugyanilyen, hogy egy friss élményt is hozzunk. A Borgot talán a nézők könnyebben be tudják fogadni, hogyha nem egy kollektíváról van mindig szó, hanem megjelenik egy főellenség, ott van, ő rá kéne lőni, és akkor ő testesíti meg a Borgot. Ugyanígy a nézőknek is sokkal jobb, jobban fel tudják dolgozni, hogyha látnak ott egy húsvér embert. Most még itt, amit a Control mond, azt hiszem, hogy Ganton keresztül, hogy mihelyt megszerzi a szférának az archívumát, azokat az adatokat, ő lesz a legtökéletesebb, legtisztább életforma, tehát életről beszél. És már most is ugye a jövőnek szinte minden változását tudja, de bőr nem van az ismeretlen tényező, vagy változó, vagy szorzó, vagy hányoros, vagy nem tudom, hogy fejezik ki, és akkor fordul egyébként bőr nem segítségéért. Tehát ez nagyon érdekes, hogy hogyan, tehát megint ugyanaz az, hogy nem egy mesterséges intelligencia, ugye az alkotója nélkül, tehát nincsen a maga hatalma teljében, tehát még most nincsen, tehát még nem az a kontroll, az, aki majd a jövőben lesz. Tehát ehhez hatalmas tudásra van szükség, és most még rengeteg emberi segítségre, amit gyakorlatilag itt bárkitől megszerezhet, nem csak bőr nem szerezhetné meg a szférának az archívumát tőle. A kontroll ezek szerint egy evolúciós ugrászt akar létrehozni, mert tudja, hogy digitális formában úgymond nem tud tovább fejlődni, hogy ő tulajdonképpen tökéletesíteni akarja magát, és lehet, hogy hát egy ilyen Borghoz hasonló valamit akar létrehozni, hogy na most itt mondjuk jó kérdés, hogy egyáltalán mennyire tud a mondjuk a Borgul, ami egyelőre, mint tudjuk, ebbe az időszakban csak a Delta Quadransban van, és vajon a szférának az adatai között talált-e ilyesmit, vagy tud-e róla, de mondjuk elvihetek a 31-es szekciónak tudnia kell, hiszen hogy az Entre emlékszünk, ott azért volt olyan epizód, hogy a tudósok kiásták a Borg gömbnek a maradványait, és sajnos néhány Bizony. Borg újra aktiválódott, tehát úgymond történelmi példa van előtte. És kaptunk is visszajelzést, már mint mi, az Impulzus Podcast, hogy nem beszéltünk a Borgról Leland kapcsán az előző epizódban, hogy ilyen nanoszondákat láttunk, bár említettük szerintem, hogy a Borghoz hasonló, de a neten azért bátrabbak a konteók, tehát ők már fölépítették, hogy lesz ebből az egész cuccból Borg, és gondolom továbban ezt gondolva, hogy valamilyen száműzetésnek a láncolata végén ő valahogy el fog jutni a Delta Quadransba, és ott föl fogja építeni a kollektívát. Mennyire látjátok ezt valószínűnek? Én látok benne rációt, de nem szeretném, hogy Borg eredet történetet is szállítson nekünk a Discovery, az már túl sok lenne számomra. Én is azt mondanám, hogy túlságosan erőltetett megoldás lenne ehhez, hogy most akkor Leland eljut a Borghoz, hát akkor kiszippantja az agyából tulajdonképpen a Borg a kollektíva révén a tudást, és akkor tulajdonképpen megindulna a Borg sokkal egy 100 évvel korábban, mert egy potenciális vetélytársal találkozna, mert azt mondja, hát ha itt egyszer már ki tudták fejleszteni egy hozzá hasonló lényt, akkor hát még egyszer kifejlődhet, tehát az már eleve egy vetélytárs. Tehát már azért meg akarná minden áron semmisíteni, csak mert hasonló hozzá. A ötletnek nem rossz. Én, ha nem tudnék róla, akkor még tetszene is, bár nem kell azért, hogy mindenütt ott legyen a Borg, és azért legyen izgalmas most a sorozat, de ötletnek mindenképpen jó, és csak a Borgnak az evolúciója ugye nem így működött, vagy nem így kezdődött. Tehát itt akkor viszont ellentétben leszünk, mert tudjuk, hogy folyamatosan asszimilálta, dolgozta bele magába a Borg azokat a lényeket, akik méltóak voltak a beolvasztásra, és tudjuk, hogy a kazonok nem, és mindig úgy gyarapodott, hogy az a tudás, az a tudásnak a megszerzése. Tehát amikor mondjuk, hogy a föderáció vagy a fajok tanulnak, Borg pedig asszimilál, tehát ilyen módon a tudás megszerzése az rendkívül agresszív. Hogy itt a szférának a megszerzése is egy nagyon agresszív, annak a tudásának a megszerzése. Egyébként itt tényleg nem látunk más megoldást, és tényleg el kell pusztítani a szférát, és akkor a hajót is, vagy nem tudom. Bár ez még lehet, hogy akkor született az epizód, amikor még nem volt meghosszabbítva a harmadik évadra a Discovery. Nagyon izgalmas lesz, hogy ezt tudják befejezni, mert most azért itt, amit az epizód végén látunk, az legalábbis azt előrevetíti, hogy például az egyessel fogunk találkozni. Csaba, mit szólsz ehhez? Kitűnő, várom az egyest, szeretem, úgyhogy borzasztóan várom a következő részt.
Egyébként ez a Discovery megsemmisülés, ez nekem tetszik. A Battlestar Galacticában is láttunk egy olyan jelenetet, amikor az Adama kimondta, hogy megtiszteltetés volt, és vártuk, hogy megsemmisüljön a sorozatban a címszereplő hajó, de nem is mondom el, hogy megsemmisült-e vagy nem. Szeretem ezeket a jeleneteket. Abszolút csúcspontot tudnak generálni azzal, amikor bedurrantják az önmegsemmisítő rendszereket. Különösen a Twitteren egyébként vannak ilyen rajongói fantáziálások, meg óhajok, hogy esetleg egyes legyen a Discovery-nek az új kapitánya. Több helyen is láttam egyébként. Ez most rajongói vágyálmok sokkak helyett, hát ki tudja. Jó lenne. Jó, szerintem. Hát érdekes lenne, mert akkor, ha már Pike-ot tulajdonképpen továbbfejlesszük, úgymond az ő karakterét itt a második évadban, akkor harmadik évadban lehetne, hogy akkor nem egy jó, lehet, hogy a Sivinzőn kapitán lesz, akiről eddig nem látjuk, csak halljuk, mint Columbo feleségéről, hogy tudunk, hogy van valahol. De hát érdekes lenne egyébként, bár lehet, hogy azt mondanánk, hogy ez már egy sokat szóra újra játszani, hogy olyan nem teljesen új karaktert hozunk be, hanem behozunk olyas valakit, akit ismertünk. Hát, de nem lenne ne éppenséggel rossz ötlet. És belefér a kánonba, hiszen ott ugye, amikor már Pike átadja az Enterprise-t, vagyis már amikor Kirk lesz, ott nem tudom mennyi idő telik most még el. Itt néhány évvel vagyunk már csak a... A The Mantrap előtt? A Mantrap előtt. Tehát itt lehetséges. Hát még a Kirk kapitány már valahol garázdálkozik a univerzumban, még nem kapitányként, hanem... A Faragutnak a kormányos elvileg. Aha. Meg ugyebár Kodosz a hóhért is elvérték, ő már látta személyesen, ha így számolgatjuk, tehát... Látott egy jó kis előadást. Igen. Jet Reno, nagyon örültem, meglepődtem, ti mit szóltok hozzá, nekem nagyon tetszett, azok a jó kis párbeszédek nagyon hozta a formáját, lubickolt ezekben a dialógusokban, bár mondjuk egy nagyon picit erőltetett, hogy nagyon hamar kijavítja, vagy talán ki tudja javítani Stamets és Culbernek az állapotát. Nem ilyen egyszerű ez a dolog, tudjuk. De egyébként pont néha ti is ismertek rokont, vagy ismerős kollégát, aki, hogy mondjam, ilyen fanyarú jól megmondja, hogy hát a drágám a legegyszerűbb dolgot kéne választani, és már is minden rendben lenne, és nem kéne sokat gondolkozni. És hát szomorú az ő története, hiszen az ő feleségét a Klingonok hát a csatában elesett, és így talán így ezzel így valamilyen hatása volt én szerintem így a Culberre. Tök jó volt a Jet Reno tényleg, elmélyítették ezzel a kis háttérsztorival. Jó, nem volt egy hosszú jelenet, de visszatérő mellékszereplőhöz mérten azért mégiscsak megkapta ez a karakter is a maga kis background sztoriját, és a készítők meg folyamatosan jelzik nekünk, hogy igen, itt van a Culbernek és a Stamesnek a háttérsztoria, most két jelenetet kaptak, feloldást azt nem kapunk, csak tudatják velünk, hogy igen, erre még figyeljetek oda, mert ez valahova vezet, ebből még lesz valami. Szerintem itt is majd kicsúcsosodik az utolsó részek valamelyikében, lesz valami hatalmas nagy csata, és akkor ott majd egymásra találnak, valami ilyesmire fogok számítani. Kedvelem ezt a két karaktert így együtt, mert tényleg az örökös vitáik, hogy nem tudnak úgy beszélgetni, hogy valamin össze ne különbözzenek, tényleg a spóra és a dilitium örök harcáról van szó, hogy tényleg így tényleg Spock és McCoynak a doki dolog mindig eszünkbe. Hát ez most kicsit, amiben jelenetet szerepeltek, hát én is mondjuk kicsit keveseltem. Jó, mondjuk Linuszt azt mondjuk szerettem benne, hogy ott végén ott csóválja a fejét, hogy embereket. De én is azt várnám, hogy kicsit hangsúlyosabb, és remélem, hogy esetleg a harmadik évadban tudnának ők azért ott egymással ott elvitatkozni a gépházba, vagy a gépház környékén. Hát, de egyelőre nem sokat láttunk most ebbe. Többet vártam volna, hogy nem csak egy ebédlői jelenet. Ez ebédlő, ez mi volt itt most? Valamilyen ünnepi vacsora, vagy ez egy sima? Mert eddig nem láttuk, tényleg, hogy ennyi tisztült együtt. Sok asztalt összetoltak. És ez tök jó volt. Ez szerintem sokkal természetesebb, így sokkal, ugye nincs az, hogy te leszigeteled magad, hogy van egy emberrel, akivel leszel, vagy egyedül leszel, vagy négyen. Itt hát ez például egy nagyon jó, ez szerintem ilyen régi hajókon volt így, hogy gyakorlatilag a tisztek, a főtisztek mondjuk együtt. Ugye az azért volt úgy, az Enterprise, vagy az Archer külön ugye a tiszti, tehát ő neki a kapitányi étkezéskor időnként ott meghívják, emlékszik, hogy a Malcolm mennyire feszeng ilyen hivatásos reggeliken, de itt ez tök jó volt, tök laza volt, itt még a Linus is jól elfért teljesen, a Jet Reno ugye sziporkázott ugye a Stamets-szel, hogy igyon még egy dupla expresszót, már ugye olyan munka vár rájuk.
Tehát ezek nagyon jók voltak. Meg egy hasonló, hát kicsit vicces, amikor a Spock ugye, tehát ugye a Gent, egyébként a Gentet végül is megölték, vagy megölte Control, csak ugye megint őt is rekonstruálta. Tehát ugye így nyilván, ebben bárki lehet. Na most a Spock ugye megpróbálja ugye vulkáni nyakfogással hát elkábítani, és hát ugye nem sikerül, mert nem, nincs hatása, hiszen nincsenek idegvéződései az úriembernek már, de aztán ugye ezzel a nem is tudom, mágneses vagy elektromágneses csapdával végül is meg tudja állítani, és így megmenti a testvérét. Ez jó kis akciójelenet volt. Volt itt dráma bőven, sok szereplőt mozgatott meg ez az epizód, és szerintem jól. Nyilván nem mindenkinek juthat itt teljes képernyőidő. De visszajött Lirell is, akiről nem beszéltünk a kibeszélőben, akinek egyre ilyen Klingon diva-szerűbb a megjelenése. Hát egy kancellárnak nyilván jól kell kinéznie, vagy egy kicsit ilyen Klingon Padmé Amidala kezd lenni, ezekkel a különböző hajviseletekkel, meg ruhákkal, de amúgy tetszik, bejön, csak érdemes azon elgondolkozni, hogy az első évadban ugye sokáig egy ilyen cellába láttuk, ahhoz képest mekkora változáson ment, tehát nem a karakter, hanem a külseje. Tylerről se beszéltünk szerintem, pedig neki is mondhatjuk, hogy korrekt jelenetek jutottak. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy hozta a kötelezőt. Az eleje nagyon tetszik az epizódnak, amikor a Lirell és a Tyler elkezd veszekedni, hogy akkor most igenis lemehet, nem mehet le oda a bolygóra, mert hogy ugye ott van a gyerek, és akkor a Pike az határozottan pontot tesz ennek a dolognak a végére, és azt mondja, hogy oké, ő fog lemenni, és ezzel lesz megoldva ez az ügy. És ugye hát a Kontrollnak ez a második manifestációja, ezt már itt ecseteltük, hogy hát erőltetett, bár maga az alapötlet szerintem jó, hogy emberi formában jelenjen meg, de akkor most mindig rághatjuk a körmünket, hogy ajaj, most ki lesz a Kontroll éppen, annyi 31-es hajó van, annak a teljes legénysége mindenütt, bárkiben megnyilvánulhat ez a mesterséges intelligencia. Kicsit ez is olyan, mint a Battlestar Galaktikában, hogy akkor ki a Cylon, ki nem a Cylon. Remélem, hogy most már hamar pontot tesznek ennek a Kontrollnak a végére, mert kezd úgy elharapózni ennek az AI-nak a hatalma, hogy lassan tényleg minden emberi törekvéssel nem nagyon lehet ellene mit tenni. Úgyhogy így az évad vége felé én azt mondom, hogy ideje lesz ezt valahogy tisztességesen lezárni, ezt a történetvonalat. Ha minden igaz, azért most már közeledünk a végkifejlethez, hogy a leszámoljanak tulajdonképpen Kontrollal. Nem tudom, hogy nektek feltűnte, hogy azért tudjuk, hogy a kancellár azért egy vadonatúj hajóval jött. Legalábbis itt nekünk most a sorozatban vadonatúj, hogy amit beharangoztak tulajdonképpen az első, a második évadnak a legelején, hogy a Birodalom egységének a szimbóluma, ja, a D7-esek, hadicirkáló, a D7-es itt megjelent. De ezek nem ilyen zöld színűek szoktak lenni, ezek a Klingon hajók? Vagy hát ez olyan zöldes színű, az a típus, zöld, zöldeskék, hát a későbbiekben ilyen zöldes, barnás árnyalat, meg ilyen erős, ilyen neonzöld. Mondjuk nekem az tetszett, hogy ezek szerint a Klingonok elég gyorsan fel tudták építeni, mert azért, ha az ember ugye elkezd számolgatni, azért egy ilyen méretű csillaghajóhoz, azért ebbe a korszakban is, mivel azért replikátor technológiát nem tudnak még használni, mint mondjuk 100 évvel később, azért legalább fél év, egy év kell, tehát azért a Klingonok azért nem csak a Bartletet tudják lengetni, hanem azért, ha kell, akkor dolgozni is tudnak, tehát elég hamar felépítettek meg az ászlós hajó is. Hatékonyan a mérnökök meg a munkások, hát igen. Azért, és azért tényleg megbízhatók, hát azért hiába azt mondják a Romulánok, hogy mindent ők találtak fel, azért utána mégis kuncsorognak a Klingonokhoz, hogy na adjatok már kölcsön néhány jó hajót, mert hát mi nem tudunk építeni. Átszázót tudunk építeni, de normális hadihajót nem, úgyhogy nekem mondjuk tetszik egyébként, hogy ezzel is mondjuk egy lépést tettünk a kánon felé. Tulajdonképpen ez azt jelzi, hogy amit egyébként Kurtzman egyébként már itt cikkekbe itt hangoztat, hogy a harmadik évad még jobban a kánon felé visz minket. Tehát szerintem ez már azt mondja, hogy a második visszavisz és lezár. Hát már az is, hát tulajdonképpen már így történt. Tehát aki mondjuk a továbbra is emellett teszi le a voksát, hogy itt a kánont fogják átírni, szerintem itt abszolút nem. Ez most tényleg egy meggyőző bizonyíték arra, hogy bizony itt most komoly lépést tettünk. Hát ez a Pike story, ez kerek egész lesz. Hát a Pike story
azért látjuk, hogy most már a klingonhajók most már lassan tényleg klingonhajók lesznek. Úgymond, hogy tényleg most már leszoknak ezekről a újfajta dizájnról, hanem tényleg akkor megyünk a hagyományos klingon kézműves technikához. És akkor még a többi, és most már egyenruha is van, meg jó, pár dolog még nem pontosan ugyanaz, de például mondjuk a Boretnél is azért, ha megnézitek a hologramot, amit mondjuk kivetítenek, az is mondjuk egy az egybe gyakorlatilag annak a TNG-be látott szentélynek a körvonalait mintázza. Tehát ugyanúgy az a hegyi szentélyt látjuk. Érdekes egyébként, hogy minden út Torontóba vezet, mert egyébként a belső dizájnt azt a Knox College-nak abban vették fel, tehát tulajdonképpen itt is egyébként találtak megfelelő épületet megint Torontóba, ahol ami fel tudtak használni, hogy ezt a fajta kicsit középkori, kicsit misztikus hangulatot azért ezzel a klasszikus épülettel elő tudták állítani. De ez illik a klingonokhoz, teljesen áthozza. Tehát amit később is látunk, abban is ezt a kicsit rusztikus, középkori, tehát ez a... Ugyanakkor ugye a technológia, így itt most a klingonoknál kicsit azért csodálkozunk, hogy ők itt időkristályok vannak itt, és pont egy klingon világon. Viszont azért ott kimondják, talán maga ugye Tanavik, vagy talán még Lorel is, hogy igazából ők csak az őrei, és nem az urai, és így már teljességgel érthető. Tehát egy klingon, tehát olyan, mint egy tibeti szerzetes, teljesen elvonulva a világtól, és annak szenteli az életét, és nem érdekli, hogy mondjuk lent, mondjuk a falvakban, a városokban milyen élet folyik. Itt is gyakorlatilag teljesen áldoznia kell annak, hogy ugye itt fel kell, tehát egy nagy csere történik, ahogy a Pike esetében is, azt hiszem a Lorel meg is kérdezi tőle, hogy hát, és mit kértek a szerzetesek cserébe? Ugye Pike azt meg nem mondhatja el, hogy hiszen a saját sorsával kapcsolatban, tehát egy óriási dolog volt ezt így behozni például, mert így van értelme, így nagy értelme van, tehát hogy Pike-nak az áldozata akkor sem kicsi volt, vagy akkor sem lesz kicsi, de meg még jobban és még több értelme van. Amúgy az egy nagyon szép jelenet, hogy Pike ott elmondja, tehát ott van Lorel és Tyler, és végre azért az is nyilvános, hogy ő velük mi van, meg a Tyler is, tehát a Lorel is kimondja, hogy tudja, hogy a Tyler a Burnhamet szereti, ez is egy korrekt, röviden elintézve is, ez így működhet tovább, Tyler Burnham nincs túlzásba víve, közöttük ilyen gyöngéd kapcsolat van, azért meglátjuk, még van benne potenciál, de tényleg a legszebb, hogy Pike-ot kimondja a Tyleréknek, hogy beszéltem a fiúkkal. De beszélt? De hogyan? Hát igen, az jó volt. Köszönöm szépen, urak! Nagyon jó kibeszélő volt ismét. Jövő héten természetesen folytatódik a Discovery, ez azt jelenti, hogy az Impulzus Podcast is folytatódik, és minden részletet át fogunk beszélni, amit a következő epizódban látni fogunk. Szóljatok hozzá ti is, akár a Discovery kibeszélő csoportban, akár az Impulzus Facebook oldalán, az adott poszt alatt megoszthatjátok a gondolataitokat, úgy, ahogy eddig, jelezzétek, hogyha valamit kihagytunk, vagy esetleg hozzá tudnátok tenni valamit. Köszönjük szépen még egyszer a figyelmet, sziasztok! Köszönjük, hogy velünk tartottatok! Az űrszekerek hetente megjelenő kibeszélőjét, illetve külön kiadásait az impulzuspodcast.blog.hu oldalon találjátok.
az emtv.hu megbízásából készítette az Impulzus produkció. Produkciós vezető Farkas Csaba.